Szeretettel köszöntelek, Berki Benedek van itt velem, és arról fogunk beszélgetni, hogy ide jártál a Talent Stúdióba, milyen élményeid voltak, mik voltak az emlékezetes pillanataid. Azt hadd kérdezzem meg, mielőtt erre rátérünk, hogy ugye most aktívan szinkronizálsz, tehát jársz nappali iskola mellett egyébként. Igen. De ha jól tudom, akkor már korábban is kezdted, még mielőtt a Talentbe jelentkeztél volna, már szinkronnal ismerkedtél, ugye? Igen. A Vági Tibinél lettem bemutatva igazából, egy ismerősöm csinálta, és akkor ő bemutatott engem a Vági Tibinek. Aztán el lett küldve a gyártásvezetőknek az elérhetőségem. Kisebb-nagyobb sikerrel, szóval az tényleg havonta ennyire többször semmiképp sem hívtak be szinkronba, akkor sem könyörögtem érte. Úgyhogy igazából ez volt az egyik indok, hogy eljöttem ide egy castingra. Mit éreztél, hogy akkor ehhez képest mennyit változott az, hogy most mennyit jársz szinkronban, mondjuk azelőtt, hogy a Talentbe jártál volna? Most ugye átlagosan hetente egyszer azért elmegyek elsősorban a Pannonia stúdióba. Változott. Igazából rengeteget tanultam, főleg a beszédtechnika terén. Nekem az volt az elsődleges, hogy a beszédtechnikát tudjam fejleszteni, és voltak gyakorlataim, nyelvtörők, különböző szövegek, amikkel ezt tudtam fejleszteni, de így bővült a skálám, és emiatt sokkal sokszínűbben tudok gyakorolni, napi egy óra hangos beszéd, és tényleg gyakorlás kérdése. Értem. Az tehát akkor úgy érezted, hogy a beszéd terén mindenképpen volt fejleszteni valód, amit sikeres volt. Volt-e olyan órád, amiben viszont úgy érezted, hogy abban a pillanatban, hogy ez neked nagyon megy, és hogy nagyon-nagyon otthon érzed magad abban a feladatban? Elsősorban a gyakorlati órák voltak a stúdióban, hogy mivel már előbb belekerültem, ezért már megtapasztaltam, hogy ezt és ezt hogyan és hogy mind kell megcsinálni. Úgyhogy az gördülékenyebben ment, és sokkal gyorsabban ment nekem, mint akár a csoporttársaimnak. És nagyon komfortosan éreztem magam benne, mert én imádok stúdióban lenni. Teljesen mindegy, hogy most szinkron csinálunk, föl kell énekelni valamit. Én imádom azt a hangulatot, amit egy ilyen stúdió tud adni igazából. Ehhez képest mondjuk, amikor nem egyedül kellett dolgozni, tehát csoportos feladatok voltak, akár helyzetgyakorlat, akár olyan feladat, amiben nem egyedül dolgoztál, azzal kapcsolatban milyen élményeid vannak? A csoportos mindig egy nagyon vicces dolog, szóval egy csoportos felvétel, egy tömegfelvétel szerintem nem véletlen, hogy 3 óra hosszára írnak ki, mert ott hülyéskedés zajlik, és ez egyik legjobb dolog a szinkronban, a csoportos felvétel, legalábbis szerintem, mert tényleg hülyéskedés, ott két diszpó között elmondunk egymásnak egy sztorit, volt olyan, hogy visítva röhögtünk, és utána egy komolyat fel kellett mondani, az egyik legnehezebb feladat volt szerintem. De abszolút annak is megvan a saját feelingje, és sokkal jobb így kontaktban lenni így a kollégákkal, a csoporttársakkal, mert így nem egy üres mikrofonhoz és egy képernyőhöz beszélek, hanem húsvér emberekhez, akiket látok, és ott vannak előttem. Volt-e olyan tanár, olyan oktató, olyan, vagy akár olyan pillanat, ami számodra mind a mai napig emlékezetes? Volt az első órám, szerintem minden talentes tudni fogja ebből a mondatból, hogy jó napot kívánok. Faragó József művész úrral volt ez az óra. Közel állunk egymáshoz, mind stílusban, mind munkapotenciál szempontjából, és emiatt megtaláltuk a közös hangot elég hamar, és emiatt emlékezetes volt, de Nikodém Zsigmond művész úrral is emlékezetes volt az órám, mert vele dolgoztam már azelőtt, és akkor ott már ilyen hogy vagy kaliberű dolgok zajlottak le igazából kettőnk között. Meg én egy pont amiatt, mert benne voltam már, egy csomó oktatót ismertem személyesen. Volt esetleg akkor olyan, akit nem ismertél előtte, és mondjuk pozitív csalódás volt, vagy tudott olyan pluszt adni neked itt, ami aztán segítségedre lett a későbbiekben? Plusz mindegyikőjük tudott adni. Hogyha más nem is, akkor egy másik megközelítést. Én szeretem a világot alapvetően széles körben látni, és ez is hozzásegített ahhoz, hogy minél szélesebben, minél színesebben tudjak hozzáállni ez a dologhoz. Igazából én Kökényesi Ági művésznővel nem találkoztam azelőtt, és az nem is egy
nem volt csalódás, én ezt vártam. Uh-huh. Egy nagyon kellemes embert, egy nagyon kellemes nőt vártam, akivel könnyen lehet beszélgetni, abszolút egy hozzáértő ember, és abszolút jó szakmai tippeket tudott adni, uh-huh. amiket a mai napig használok. Szinkron munkáid közül azért a fiúknak örökké, ha jól tudom, ez egy nagyobb lélegzetvételű, és azért te szoktál saját készítésű anyagokat is, ha jól tudom, versek, ünnepi műsorokban, illetve énekes produkció is volt már erre példa. Mesélsz erről egy kicsit? Igen, hát az egyik legnagyobb munka volt, és abban tényleg vértizottan az a kisabb lány volt, uh-huh. a Hans Christian Andersen eredeti kisabb lánya. Tényleg vértizzadtunk, mert 2-3 napon keresztül vettük fel. Uh-huh. Én voltam a narrátor, és ez egy 40-45 perces hanganyag körülbelül, abból 35 percet biztos, hogy én beszélek végig zsinórban, és eleinte a hangszín nem sikerült eltalálni. Aztán megvolt a hangszín, aztán a szövegen kellett egy kicsit finomítani, és tényleg ez elhúzódott egy 2 napra igazából. Uh-huh. Az éneklés pedig az is elsősorban a különböző ünnepi műsorokhoz Aha. volt felvéve, az 1956-1848-as műsorokhoz, de abszolút pozitív élmény maradt meg belőle, és én imádok stúdióban lenni, ezt már mondtam, és imádok stúdióban énekelni is, mert az egy kicsit más kaliber, mint hogyha az ember koncertteremben csinálja ezt az egészet. De akkor azért szerepeltél már közönség előtt is, tehát nem csak a mikrofon mögötti szereplés az, ami megvolt neked. Érzel a kettő között különbséget, vagy mi az, ami inkább vonz, mi az, amiben jobban otthon érzed magad? Van különbség, rengeteg különbség van. Én durván 7 éves korom óta állok színpadon, uh-huh. az iskolámból adódóan, mert minket folyamatosan vittek fellépésekre, koncertekre, és ott megszoktam, hogy uh-huh. az emberek néznek, én ott valamit nyújtok, valamilyen uh-huh. alkotást nyújtok igazából, és azt ők jó esetben élvezik. Értem. És színházban is van gyakorlatom. Én most a Marciváni téri művelődési házban játszom uh-huh. 2 színdarabban. Zseniális. Szóval én sokkal jobban szeretek úgy játszani, hogy a közönségtől ott jön a visszajelzés, hogy ez a poén most nem jött és be. És egy azonnali visszajelzést kapok, hogy egy filmet megnéz valaki, és akkor rá 2 hétre azt mondja, hogy amúgy jó voltál, uh-huh. mert én azon se változtatni nem tudok, igazán az olyan lesz, amilyen Igen. a színházban, a következő előadásra, hogyha egy poén nem jött be, akkor megbeszélem a rendezővel, és akkor kihúzzuk, vagy hát megváltoztatod. Igen, értem. Jó dolognak tartod azt, hogy itt a Talentben ennyiféle dologba bele lehet kóstolni, ami mind gyakorlatilag ezt a nagy művészeti ágat mind magába foglalja, vagy összefogja. Tehát, hogy azért kapsz olyanba is betekintést, amiről esetleg kiderül, hogy nem annyira áll közel hozzád. Én ezt nagyon fontosnak tartom, ezt kifejezetten fontosnak tartom, mert tegyük fel, hogy valaki színész akar lenni. Ugye Magyarországon van ez a szinkron színész, ezt nálunk kapásból az első órán kijavítják, hogy ilyen nincs. Magyarországon van a színész, aki játszik filmben, megy szinkronba és játszik színházban. Ez a színész, és hogyha az összesbe bele kell kóstolni valamilyen formán, és én azt mondom, hogy az ember inkább egy ilyen közegben kóstoljon bele először, mint hogy élesben kiállítják színpadra, és fogalma sincsen, hogy hogyan nyúljon hozzá, vagy elmegy egy forgatásra, és már játszott színházban, de a kettő teljesen más technikákat igényel, szóval inkább így tapasztalja meg az ember, mint ott élesben vágja pofon egy ilyen szituáció. Mesterségbeli dolgokon kívül azt érezted, hogy esetleg a személyiségedben bármiféle fejlődést idézett elő a Talent óráig, vagy a Talentbe való járás? Nekem elsősorban inkább a szakmabeli dolgok voltak, amik domináltak, de azok abszolút. Hogyan képzeled el a jövődet, vagy mik a terveid? Merre fele szeretnél tovább haladni? Van-e bármi, ami egyébként ezen kívül érdekel, hogy te kizárólag színészként képzeled el magad? Én nem hagytam magamnak B-tervet, szóval én nagyon kiegyeztem magamat erre a szakmára. Rengeteg verset, monológot tanulok heti szinten, szóval nekem a heti receptem az, hogy 3 verset és 1 monológot meg kell tanulnom, pont azért, hogy rutinosítani tudjam ezt a dolgot, és hogy könnyebben tudjak nekiállni egy projektnek. Hát közeljövőben én már lassan el kell gondolkodjak az egyetemen. A Színház és Filmművészeti Egyetem az nyilván a listának az elején van valahol. Igen. Még nem tudom pontosan hanyadik helyen, annyira még nem tartok előre.
de el fogom kezdeni a színművészeti előkészítőt a Földesi Margittal, akkor én fölkészülök vele arra, hogy én ennek neki tudjak állni. Nekem tényleg nincsen B-tervem. Értem. Nagyon klassz látni egyébként, hogy valaki ennyire megszállottan imádja ezt a szakmát, és gyakorlatilag ez valószínűleg determinálja azt, hogy ezzel fogsz foglalkozni. Mit üzennél azoknak, akik most kezdik a stúdiót, vagy akár csak elgondolkodtak azon, mert kaptak egy meghívást, hogy jöjjenek ide, vagy bizonytalanok a jövőjüket illetően, hogy mivel szeretnének foglalkozni, mit üzennél ezeknek a gyerekeknek? Én világéletemben jodamester mondásához tartom magam, hogy tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. Ki kell próbálni. Ez egy olyan dolog, hogy bele kell kóstolni. Nem szabad nagyon mélyen, mert szerintem az elején kiderül már, hogyha valakinek ez nem fekszik. Meg persze ez annak is egy nagyon hasznos tapasztalat, aki nem akar a szakmában elhelyezkedni, mert a beszédtechnika az ügyvédként, orvosként az mindenhogy jól jön. A jelenlét szintén jól jön ezekben a szakmákban. Most, hogyha valaki nem akar színész lenni, akkor van egy olyan tapasztalat, hogy igen, ő tudja, hogy hogy működik a filmgyártás, a szinkron, és olyan nincs, hogy felesleges tudás. Értem. Úgyhogy én azt üzenem, hogy mindenképpen meg kell próbálni, nem fekszik, hagyd abba, van ilyen, előfordul, és valamiben sikeres lesz így is, úgy is az ember. Benni, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm és szépen. Meséltél nekünk mindenfélét, további sok sikert neked. Köszönöm szépen.